Ez egy madár? Vagy repülőgép? Nem, ez 500 drón, amelyek tökéletes összhangban repülnek egymással. Ez a bemutató csak egy példa arra, hogyan fejlődött a drón technológia az elmúlt években. A drón legegyszerűbb formájában olyan távirányítású eszköz, amely képes repülni. Ha valamilyen szoftvert használunk, amelyhez repülési útvonalat társítunk, a mögöttem lévő drónok önállóan repülhetnek pilóta nélkül. A drónok egy földi vezérlőrendszeren keresztül működnek, ami alapvetően egy laptop vagy valamilyen egyedi szoftveres eszköz, és minden drónt előre programoznak a földön. Mindegyiküknek küldetése van, és ugyanarra az időre vannak szinkronizálva. Nincs valódi felső határa annak, hogy hány drónt tudunk reptetni. A korlátozás általában olyan dolgokra vonatkozik, mint például, hogy honnan tudunk felszállni, hiszen szükségük van egy bizonyos nagyságú helyre a leszálláshoz is. A drón technológiát számos iparágban használják, a közönség lenyűgözésétől kezdve az élelmezés biztonság javításáig. A Falcon Eye drónok a technológiát a föld felszínének pásztázására használják, a fenntartható mezőgazdaság fejlesztése érdekében. A dróntérképezés úgy működik, hogy összegyűjtjük a képeket a drónoktól felülről lefelé, és ezek a képek összefűzve 3D térképet alkotnak. Úgy értem, a mezőgazdaságban szinte minden farmot feltérképeztünk ebben az országban. Kezdetben ez statisztikai célból készült annak érdekében, hogy legyen leltár az egész országról. Arról, mennyi vagyonunk van mezőgazdasági szempontból. Ezek az adatok pedig egyfajta alapként használhatók a jövőbeli adatbázisokhoz. Amikor minden évszakban elkezdek repülni, tényleges adatokat kapok. Ez volt a kontroll adathalmaz ebben a szezonban, amaz, a következő szezonban pedig más. Szóval ez alapján elkezdhetjük az előrejelzéseket, a hozamot vagy betegségek terjedését megjósolni, mert vannak értelmezhető adataink. A feltérképezés drónok révén akár egy építkezés sebességét is felgyorsíthatja, de van, amely a város forgalmának jövőjét kívánja megváltoztatni. Az egyik rekord, amit elértünk, amióta létezik a drónos szállítás, körülbelül 18,5 kilométer volt, a másik pedig a valaha mért leghosszabb drónos szállítás volt visszatéréssel együtt, 13,5 kilométer. A drónt mindig pilóta irányítja a távolból. Olyan térképészeti küldetés létezik, amely bizonyos mértékig autonóm lehet. Van egy platformunk a drónokkal való szállításra is. Egy olyan szoftver, amely 4G-n keresztül integrálódik a drónba. Szóval, amíg az ember egy irodában ül a parancsnoki központban, tervezhetünk drónszállításokat anélkül, hogy lenne pilótánk hozzá. A drónipar nagyon fel fog lendülni, sokkal inkább, mint az elmúlt években, mert a technológia egyre jobban fejlődik. Az olyan technológiák, mint amilyen ez a drón, a JAS 1 megváltoztatja a szállítási szektort, és ami a legfontosabb, hogy valóban látni fogjuk a különbséget azáltal, hogy a belső égésű motorok használata csökkenni fog, amelyek sok környezeti problémát és szennyezést okoznak. A végső cél tehát egy zöldebb világ elérése. A drónok fejlesztése és alkalmazása folyamatosan fejlődik. Még mindig rengeteg lehetőség rejlik ebben a lenyűgöző technológiában.